200 kutyaházat raktak tele szalmával a szekszárdi Adi Ende szakképző iskola 9. osztályának diákjai, hogy a négy lábúak ne fázzanak a téli hidegben. A kutyák a szalmával kibélelt házukat azonnal el is foglalták. A diákok azt mondják, öröm volt látniuk, hogy ilyen hálásak az állatok. Nagyon fontos, hogy segítsünk az állatokon, főleg ilyenkor télen, hogy ne fázzanak. Most azért vagyunk itt, hogy megpakoltuk szalmával a kutyaházakat, és ennek nagyon örültek az állatok. És ugye gyűjtöttünk konzerveket is, hogy ne éhezzenek. Karácsony előtt több középiskolában is gyűjtést indítottak a diákok, tanáraik és szüleik támogatásával a gazdátlanná vált kutyusok számára. A szekszárdi SC vendéglátó szakképző iskolájában a fiatalok nem csak kutyatápot, konzervet, tároló dobozokat és takarókat gyűjtöttek, hanem az iskola angyalkáitól még egy 10 000 forintos pénzadományt is kaptak a kutyák. A kezdeményezés ötletgazdája Huszár Krisztina azt mondja, ő is meglepődött, milyen sokan mögéjük álltak. Segíteni jó érzés szerintem, ezt ők is érzik. Én elhivatott vagyok, ezt már beszéltük, szóval az én kutyám is innen való. Sajnos több kutyust én nem tudok hazavinni, ezért próbálom ezt a szeretetet közvetíteni, és örülök neki, hogy ha ilyen fogadó közönségünk van, és a gyerekek is érzik ezt, hogy szükség van rájuk. Az összefogással és a rengeteg adománnyal 228 mentett kutya karácsonyát tették boldoggá, mondja Fiát Szilvia, a mentővezetője. Nagyon meg vagyunk hatva, és nagyon örülünk neki, és ezúton is köszönjük az iskoláknak, a pedagógusoknak, akik ezt támogatták, illetve a szülőknek, akik ebben segítettek, és fantasztikus dolog látni a gyerekeket, hogy dolgoznak, ismerkednek a kutyákkal, vagy azokat a gyerekeket, akik átadják az adományokat, és örülnek neki, hogy igen, akkor mennyi ideig lesz ez elég a kutyusoknak, és mire használjuk fel. Nagyon megható, és úgy gondolom, hogy mindenképpen egy jövőben mutató kezdeményezés, mert azok a gyerekek, akik ilyen programokban részt vesznek, mindenképpen felelős állattartók lesznek. A szekszárdi kutyamenhely a hagyományok szerint az idén karácsonykor is virslivel feldíszített karácsonyfával és jutalompalatokkal kedveskedik a kutyáknak. A menhely aktivistái és védencei december 26-án és 29-én várják az érdeklődőket és a segítőket egy közös kutyás ünneplésre.